Sziasztok! Sok jaj, de sokan vagytok megint, úgy örülök neki. Így van, sok szeretettel köszöntünk benneteket itt a mai cosplay versenyünkön. Ma ugye a performance kategóriát, azaz az előadásokat láthatjátok. Ugye tegnap voltak a kosztümkészítéses versenyzőink, ma pedig az előadásokon lesz a hangsúly. És mint ahogy tegnap, ma is lesznek zsűritagjaink, akiket szeretnék gyorsan bemutatni nektek. Az első zsűritagunk Luna, aki több mint 10 éve cosplayezik már. És mind előadások terén, mind pedig cosplayek terén van nagy tapasztalata. A második zsűritagunk Linette, aki szintén maga készíti a cosplayeit, 8 éve cosplayezik már, és nagyon-nagyon nagy hangsúlyt helyez arra, hogy egy színpadi előadás hogyan is néz ki, milyen a versenyző fellépése és mennyire kreatív. És a következő zsűritagunk Nekovi, aki látjátok nagyon szép cosplayben érkezett. Ő neki szintén mind kosztümkészítésben, mind előadásokban nagy tapasztalata van, a K-pop táncosok között is gyakran láthatjátok, úgyhogy a tánc oldalt is képviseljük a zsűri tagjaink között, és reméljük mindannyian, hogy nagyon sok szép előadást láthatunk a mai napon. Köszönjük szépen a zsűrinknek! Köszönjük szépen! Foglaljatok kérlek helyet! Most és mi pedig? Elhúzódunk a sarokba. Kezdjük is az első sorszámú versenyzőkkel, akinek az előadása azért is lesz speciális, ugyanis egy szerelmes üzenet lesz a kedvenc karaktere Carl Heisenberg és a Resident Evil Village számára. És hát, hogy mi is lett ezt az előadást, a szakdolgozatának a témáját is ez a játék adta, tehát a Resident Evil 8 Village, és szeretné az előadásával kifejezni a karakter és a játék iránti szeretetét. A színpadon egyes sorszámmal Magyar Majó, Lord Carl Heisenberg, Resident Evil 8 Village. Legyenek szívesek már a Kabar utca 13 szám alá kijönni, mert a hálózatban ég a doboz. Nem tudok se hűtőn, se semmit. Tehát akkor még egyszer előről elkezdem, jó? Tehát csokolom ez itt a műszakébe, Bennett, miben tudok segíteni? Micsodát? Miben tudok segíteni? Tehát mi a probléma? Hol van ez? Mi Kabar utca 13 szám alatt van. De melyik faluban? Valóban a franc karikát Debrecenbe. Debrecenbe, csak én ezt nem tudom, hogy legyen, mert ez egy központi hiba bejelentő az egész. Igen, cirkalmazzuk csak, vagy egy óra hosszáig, hagy égjen a ház, igaz? This company is being bled like a stuck pig, Mac, and I got a paper trail to prove it. Check this out. Take a look at this! Jesus Christ, Charlie. That right there is the mail. Now let's talk about the mail. Can we talk about the mail, please, Mac? I'm dying to talk about the mail with you all day, okay? Pepe Silvia, this name keeps coming up over and over again. Every day, Pepe's mail is getting sent back to me. Pepe Silvia, Pepe Silvia. I look in the mail. Well, this whole box is Pepe Silvia. So I say to myself, I gotta find this guy. I gotta go up to his office. I gotta put his mail in the guy's goddamn hands. Otherwise, he's never gonna get it. It's gonna keep coming back down here. So I go up to Pepe's office. And what do I find out, Mac? What do I find out? There is no Pepe Silvia. The man does not exist, okay? So I decided, oh, shit, buddy, I gotta dig a little deeper. There's no Pepe Silvia, you gotta be kidding me! I got boxes full of Pepe! All right, so I start marching my way down to Carol in HR, and I knock on her door and I say, Carol! Carol, I gotta talk to you about Pepe! And when I open the door, what do I find? There's not a single goddamn desk in that office. There is no Carol in HR. Mac! Half the employees in this building have been made up. This office is a goddamn ghost town. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Egy kicsit pakolunk. Kettes sorszámú fellépőnk következik, aki egy animéből fog hozni nekünk egy karaktert. Nem más, mint a Kaguya-sama Love is War-ból, Chikato Chika-Chika, mint Fujiwara Chika. Fogadjátok nagy szeretettel! Köszönjük szépen! A színpadon hármas sorszámmal Mary Poppinsból fogtok előadást látni, Mary Poppins és Bert, és az előadás címe: három próbálkozást adok magamnak, a harmadszorra nem sikerül, feljössz és kimondod. Jó? Szóval az előadás címe: Supercalifragilisticexpialidocious. Nem volt, azt mondják, nem volt. Jó. Próbáld újra. Próba kettő. Figyelj. Supercalifragilisticexpialidocious. Ez se jó. Nem, tudod? Gyere. Nézzük meg a harmadikat. Jó, harmadik, utolsó próba. Supercalifragilisticexpialidocious. Ezt elharaptad a végén. Azt mondják átment, csak köszönöm szépen. Utána még, a verseny után még beszélünk. Is it feel Mary Poppins winning the race? Oh, well, I... There probably aren't words to describe your emotions. Now, gentlemen, please. On the contrary, there's a very good word. Am I right, Bert? Tell him what it is. Right. It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word to save me aching nose. The biggest word you ever heard, and this is how we go. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. He'd use his word and all would say, there goes a clever gent. When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and then they ask me off to tea. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
say it backwards, which is docious ali expiastic fragicali rupus, but that's going a bit too far, don't you think? So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life. Köszönjük szépen! Az orgyilkosok első törvénye. Válj egyé a sötétséggel, tartsd vissza a lélegzetet, és a megfelelő pillanatban kapd el a célpontot. Az orgyilkosok második törvénye. Kerülj összhangba a célpontoddal. Lásd előre a gondolatait és cselekedeteit. Az orgyilkosok harmadik törvénye. Mielőtt a célpont egyáltalán tudomást szerezne a létezésedről, végezz vele. Gyerünk! A nevem Blackstar! Azért jöttem, hogy Orvul kinyírjalak titeket! Juhéj! Nincs a pelláta. Mostanában úgyis csak az izomzatomra gyúrtam rá. Mi a baj? Nem ér. Miért vagy olyan erős, ha egyszer csak fekvőzöl? Ó, nem egyértelmű, mert én vagyok Blackstar. Más szinten vagyunk. Én vagyok a hatalmas férfi, aki túlszárnyalja az isteneket. Késtél. Mit csináltál eddig? Meg fog lepni, de veled ellentétben a legtöbben néha edzenek is egy kicsit. They don't walk at trust no video Captain Young Danko Stop go got a name in the not got got on her to the cat on as you have not gone as or been can back so dash in the gun of their beat to each the trash can I cast for it's not there it's not there király előadást nyújtottunk ma is, egyszerűen hatalmas voltam. Köszönjük szépen! Ő volt a 4-es sorszámú versenyzőnk, az 5-ös sorszámú versenyzőnk ő sajnos nem érkezett meg, úgyhogy a 6-os sorszámú versenyzővel fogjuk folytatni. Azért a fél és Crowley, a menny és a pokol küldöttei megkedvelték a földet, de a technikai viványok még tartogatnak meglepetéseket. Vajon sikerül-e hőseinknek megtalálni a választ? Mire is való az internet? 6-os sorszámmal Mad Meowee és Day Cosplay, Team Alpha Centauri, Good Omens, elveszett proféciák. Mesterkedsz valamiben, érzem. Mit tervezel? Majd meglátod. Meglátom? Tudod, hogy felcseszed ezzel az agyad? Életbevágó információkat tártam fel. For porn. For porn. Men. For porn. I browse all day and night. For porn. And it's like I'm surfing at the speed of light. For porn. Crowley, én... Internet is for porn. Crowley! Internet is for porn. Te meg mit művesz? Why you think the net was born? Porn, porn, porn. Ez a valóság, angyalkám. Dehogy. I'm glad we have this new technology. For porn. Crowley! Which gives us untold opportunity. For porn. Oh, sorry. From your own desktop. For... You can research
was born, 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 born. Pó, megfájdult tőle a feneked. De ez az egész a te ördögi műved? Nem, ezt az emberek találták ki, nem én. Fel vagyok háborodva, hogy egyáltalán szóba hoztad ezt. Nem folytatom ezt a társalgást. Pontosan. Igen, pontosan. Mit jelent a te pontosanod? Úgy érzem, a két pontosan teljesen más pontosan. Ha nem segítesz nekem, jogodban áll távozni. Ja. Oké. Okay. Mély levegő, ahogy az emberek szokták. Ők is 10-ig számolnak, mielőtt cselekednek. Itt vagyok. Igen, én is láttam. Egy szimpatias sajnálom, amit mondtam, bocsánatkérésre vágysz, vagy ezt vehetjük annak? Legyen a bocsánatkérés. És táncolj is? Én nem táncolom. Én is eljártam a Tévedtem táncot 1650-ben, 1941-ben. Jó! Igazad volt, tévedtem, igazad volt. Így jó? Megteszi. Esetleg megkísérthetlek egy ebédre? A kísértés sikeres? Mm. Köszönjük szépen! Hetes sorszámmal messziről jött hozzátok egy szerény, de annál bátrabb Kunoichi, kinek szíve Konoha hősihez, Narutohoz tartozik. Harcban és kedvességben egyaránt verhetetlen, fogadjátok hát nagy-nagy szeretettel. Hinata, Naruto Shippuden! Köszönjük szépen! 8-as sorszámú versenyzőn következik. Játszottok a Genshin Impact-tal? Van? Valaki kezeket fel ki, az, aki játszik Genshin Impact-tel? Jó, vagytok azért. És a következő karakterünk Sumeruból érkezett, és nem lesz más, mint Nilo. Aki ugye ismeri Nilo karakterét, az tudja, hogy ő egy táncos, és ugye a Sumeruban a fesztiválra készített legutóbb egy szép-szép koreográfiát,
Viszont most egy új koreográfiával szeretne itt színpadra állni, amit szeretne bemutatni az utazónak, mielőtt nagy közönség elé vinni. Fogjátok szeretettel 8-as sorszámmal, Redmon cosplayt, Nilo új táncával, Genshin Impact. Köszönjük szépen! A következő cosplayersünk egy nagyon népszerű fandomból érkezik. Néztetek mostanában a Hazbin Hotelt? Hotel. Magasba Hotel. A kezeket! Hazbin Hotel! Ha. Jó! Kik a kedvenc karakteritek? Fogadjunk azt, mondjátok Alastor! Alastor! Alastor fanok! Ez meglepő volt! Na de ez most nem Alastor lesz. Nem Alastor lesz, úgyhogy... Felspiráztuk a reményeket, aztán így le is verjük rögtön. Igen. A kárhozat örök, és ezen nincs mit szépíteni. A színpadon 9-es szorszámmal a Geek Life Hungary, Mennyei Rock'n'Roll, Hazbin Hotel, Adam! Figyelj, ne tököljünk tovább, okay. De tényleg azt kéred, hogy engedjük át. Mind a kapu, mint egy barom, csak mert belül jó. Hát, Bocsi kicsim, nem egészen úgy megy a sars. A kárhozat örök, nincs semmi szépíteni. Aki bűnös, az ide nem fog majd megrohadni. A fehér és a fekete nem forrad össze sose. Itt égnek majd, amik ki nem nyúf, annak is még. Igen, de... Hisz felesleges. De most azt mondtattán, hogy ők jó emberek. Aki vétkes, nem szentséges, és ez nem vitás. Igazából, ha megint éreztem... Így vagy úgy, de ő a hibása. Ha ez nincs is így, nincs is így. Ha szöket elundorít, hisz az angyaloknak nincsen jobb munka, mint kibelezni a közvickotat. Nálam, gitár szóló, igen. Török, nincs semmi szépíteni. Aki bűnös, az így el fog majd megrohadni. A fehér és a fekete nem forrad össze sose. Itt élnek majd, amíg ki nem nyúl, vannak is még. Gyetsz a kárhozat, örök és ezen nem van így. Hát ne áltass magad, kölyök úgy, sincs igazad itt. Te ha úgy is itt vagy velünk, megosztod majd, mit is teszünk. Elhatároztuk a lépésünk, ebben már nincsen több kétségünk. Hogyan? Egy évet várni erre, az túl sok nekünk. Szóval lehet most volt, de fél év és jövünk!
Várj! Csak egy pillanat! Basszus! Köszöntsétek a színpadon 10-es sorszámmal Teót és Lizát, Rondo Across Country Kalpasz, Honkai Starrel, Black Swan és Aheron. The remembrance is no different than the sea. Never gaze upon its surface on a starless night. Waiting for someone? Then, how about a dance? My gaze has lingered on her for quite a while, and tonight I initiate our first engagement. A galaxy ranger, as mysterious as the rumors suggest. Yet, in this nocturnal hunt, the ranger is not the only one who hunts. At this distance, you're more enchanting than you seem. Without a doubt, she seeks the Watchmaker's legacy. In this game, everyone lies. But memories do not. Just keeps on getting better, doesn't it? Everyone has a past, and the past shapes the present. Some people hold on to memories, while others are haunted by them, unable to escape. That is why I took action. I want to know what she is. Many were drawn to this feast. They should have been present, but Duke Inferno is dead. He and his children won't be attending. What have you done, beautiful ranger? Excuse me. Are you asking me? Who are the Annihilation Gang? Köszönjük szépen. És akkor folytassuk is tovább a következő versenyzőnkkel. Akkor menjünk is tovább. 11-es sorszámú versenyzőnk következik, aki, ha nem nagy titkot árulok el, de az egyik veterán versenyzőnknek számít már. Nagyon-nagyon sok előadása volt már. Már azt hiszem bekészült hozzá. Tehát a most következő néhány percben egy láthatatlan lány életének bemutatása lesz látható. Hogy Deadpool mi a fenét keresott, az csak a jóisten, meg a szerkesztő tudja megmondani. De lássuk, mi sül ki ebből. 11-es sorszámmal Infititan, egy halhatatlan zsoldos esete a láthatatlan lányjal, mint Deadpool. Milyen is lehet egy láthatatlan lány élete? Őszintén szólva semmi extra. Ugyanolyan átlagos, mint a többi embernek. Na igen, ha egyáltalán lehet azt átlagosnak nevezni, hogy nap mint nap átnéznek rajtad és levegőnek néznek. De mindegy, megszoktam már. Legalább nem kell attól félnem, hogy valaki megbámul. Pedig nem akármilyen látvány egy láthatatlan lány. Szerintem ilyet még senki se látott. Szó szerint. Sőt, ha belegondolok... Egy pillanat.
Pityi, lennél szíves csendesebben horkolni, mert baromira zavarsz. Nem hallod? Mondom, baromira zavar a horkolásod. Gyere a testemre, Pippi. Hey, hagyd már abba az Isten szerelmére! Atribox! No nem, ebből elég volt. Ha ez a fatökű lepkevadász azt hiszi, hogy én ezt szó nélkül tűrni fogom, akkor nagyon téved. De amúgy ez a gyökér épp kapóra jött nekem, mert baromira unatkozom. Szóval szórakozzunk kicsit. Először is belefújok a bal fülébe. Azután a jobb fülébe. Majd belecsípek a nyakába. Na bezzeg, erre felébredtél, mi? Jobb, ha felkötöd a liberót, mert ez még csak a kezdet. Na, most egy kicsit magára maradt. Elkezdem csiklandozni az orrát. Addig-addig csiklandozom, amíg el nem tisztenti magát. Egészségedre! Hú, köszi! Vagy várjunk, mi van? Ki van ott? A belső hangod. Ja, ok. Nos, miután megnyugodott, ideje rákapcsolni kicsit. Kezdjünk el játszani a karjaival. És pihenő. Majd jöhet ugyanez a lábaival. Végül pedig jöhet a kegyelem döfés. Ez marha jó volt! Au! Hey! Ez fájt! Normális vagy? Ez bezzeg nem láttad előre, mi? Szórakozzál édesanyád kenyérpirítójával a vízben! De azért megjegyzem, amit csináltál, egész kellemes volt. Elmész te a francba! Aki a Data Live-ból öltözött be, nem lesz más, mint Kuromi Tokisaki. Kuromi, ahogy a csajszi, aki a suli első napján úgy mutatkozott be, hogy na hello, szia, démon vagyok. Elég gyakran gyilkolászott is. Ebben az előadásban ezt láthatjuk picit akrobatikusabb és táncosabb verzióban. A színpadon Missa Closebase, Zafiel, avagy vigyázz, mert lecsúszás veszély.私は甘いです。好きじゃない。でも、大体、大体、大好きだよ。A rabszolgás fáraó is én vagyok. Szórakozz vagy szórakoztas, a lényeg, hogy minden nap friss meg has. Megírom újra az én még sorsamat hatszor, bémol szerv dob szűkített akkor. Szórakozni, szórakoztatni, az barbot és az üveg azt a tisztán. Mert jön a lecsúszás, a szín. Oh, oh, yeah.
piacra. Ha mission sláger kell egy erős Péter, jegyzi meg a bennem lakó erdős Péter. Túl soknak hangzik az, hogy kultúrsok, pedig ilyen belicom nincs túl sok. Sírtársó szellemi munkások, fülembe kúzik a sírás. Köszönjük, Köszönjük szépen! Hármas sorszámú versenyzőn következik hamarosan a színpadon. Egy VTubert fog hozni nekünk. Kobó a streamelés hullámjaival úszik tovább minden nap, közeledve a tenger felszíne felé. Óceán mintájú haja, csak úgy táncol a tenger hullámaival együtt. A színpadon Maxist Kobo Dive, virtuál youtuber. Köszönjük. Aki egyben a Liyue Qixing Yuheng címet is viseli, és egy táncot fogunk szintén látni. Catching lesz majd a színpadon, aki a harcokban az egyik legenszálltabb és egyben legbátrabb tagja a csapatnak, ugyanakkor egy előkelő család lánya. Odáig van Lex Rapisért, akit nagyon oltalmaz, mindig várja, hogy újból és újból láthassa, és most egy különlegességgel fogja meglepni. A színpadon Yuki Kitsunekos.
Köszönjük szépen! Tehát, akkor 15-ös sorszámú versenyzőn következik. A méltán híres játék, ugye a Witcher. Remélem sokan ismerik a Witchert. Kezeket fel, nagyon helyes. Én nagyon sokszor kiplatináztam már. Megjött Tarin. Megjött a vendégünk, igen. Igen. Nem nekem szólt sajnos, na mindegy. Tehát. A méltán híres vagy éppen hírhet bárd Kökörcsin Tuszamban járva megismerte a hely nevezetes borait, na meg persze a hercegnőt. Frissen szerzett borszakértői tudását most nektek is bemutatja. A színpadon Dead Gun Costume Industries, mint tudományos borkóstolás a Witcherből, originál karakter Kökörcsin. Egy kis figyelmet, ha kérhetem, több komolyságot. Vezérfonal a tudományos borkóstoláshoz. A borkóstolást, szép hölgyeim és jó uraim,
csak a léha és iszákos ember tekinti vedelési alkalomnak. Képzett szakember, teszem azt, mint jó magam. Tudományos alapon tanulmányozzuk a tárgyat. Először is a színét vesszük szemügyre, aztán az illatát figyeljük meg, és csak úgy cseppenként. Kortyolgatva megállapíthatjuk, hogy erre a temeriaira a maga igazán sajátos zamata a jellemző. Bukéja van ennek a bornak, kedves nagyérdemű, bukéja. Mi szakemberek legalábbis így hívjuk azt a különleges micsodát, ami az igazit megkülönbözteti a csinálmánytól. Na persze a kóstolgatással azért igen óvatosan, mert ez a temeriai, ez nagyon csalós. Először csak melengeti a keblelet, aztán súlyos kicsapongást okoz a tárgyilagos szemléletedben. Laikus is észlelheti, hogy illata, pláne a zamata, mennyivel más ennek a rizlingnek. Más a bukéja, drága barátaim, más a bukéja és testesbor. Kvázi harapni lehet, na persze azért csak óvatosan harapdáljuk, mert ez is nagyon csalós. Na most, ha szigorúan tudományos alapon folytatjuk a vizsgálódást, akkor ez az inazumai fűszeres a helyes sorrend. Illata. Olyan, hogy semmi mással nem tévedhető össze. Figyeljük csak meg, hogyha egymás után dobunk be egy-egy pohárkával, a háromból, akkor Tristan, érezhetjük benne a köztük lévő lényeges differencicát. Hanem azért most már tényleg nagyon rettenetesen vigyázzunk, mert ez így körve, pláne nagyon csalós. És most egy egészen pisinke pohárkával, az asszú féleség egyik másikából. Pusztán csak annak a bebizonyítása véget, hogy az asszú féleség, mint olyan, egészen másmilyen. Hanem, ami most következik, az külön fejezetet érdemel a tudományos vizsgálódás anyagába. Különre egyszerű közönséges magyar kardara, az piros a színe, cicos az íze, és testesbor, gyerekek, egy a jó atya úristenemre testesbor. Vastag, mint a waifu combja az. Melyik asztalról vettem le? Ácsi az egész! Ebbe dugjátok bele a sörötöket, aranycukor pofáim, ha tudni akarjátok egyáltalán, hogy mi az az anyatej. Kölkeim, gyöngyvirágos magzatjaim, nehogy elfelejtsük a vizsgálódás szakmait rágyává tenni ezt a nyakolajat csak úgy szabad kézből gallér mögé. Drága cimborák, csak egy pindurka csókot hadd leelek az ajkatokra tudományos alapon, mert nota van ebbe, hogy asszonya, édes anyám, te jó asszony. Hanem villanyvarázs megre, nem, csak pianissimo, ha csak halkan, meg a felét, hogy zengjen bele a bakolat, mert egyszer van az életbe, borkostolás, tumányos. Köszönjük szépen. Egyébként én is voltam. És asztaltakarítás. Mit hagytunk az asztalon már megint? Hát a bor kilöttyen. Ja, hogy bor, jó, tegnap vér, ma bor. Hosszú még a nap vége. Igen. Itt a színpadon minden megfordul. Itt közben, ilyen közben felépül a színpad, egy tárgyalást készítünk elő. Egy olyan tárgyalásról van szó, lesz, amiről azért biztos mindenki hallott már. Biztos hallottatok róla, félfüllel vagy egésszel, a Johnny Depp kontra Amber Heard hát vitáról, hogy is mondjam. Úgyhogy
mit nektek útban. Ugye a Netflix ugye fölkarolta ezt a történetet. Gyere, ide behúzzonunk. Maradjatok ott inkább. Szóval a Netflix fölkarolta ezt a történetet, és ugye dokumentumfilmként ezt le is vetítette. Na már most a színpadra is elhozták nektek ezt a variációt. 16-os sorszámmal éppen 2 éve zajlott le a tárgyalás, amelyről ilyen vagy olyan formában mindenki hallott társulat. Most megidézi nektek egy tárgyalótelmi nap hangulatát. A színpadon a Strange Star cosplay, Aglaril cosplay, Lina cosplay, Gabrielle Lina cosplay and Vodkány cosplay. Előadás címe Megapint Show, Deep Contra Hard. Jó reggelt, foglaljanak helyet! Történetünket mindenki ismeri. Mit szól majd hozzá a bíróság? Körtöld világát, Johnny. Mondd el nekik, hogy én Johnny Depp, egy férfi, én is áldozata vagyok. Igen. És tudom, hogy ez egy tisztességes küzdelem. Meglátjuk majd, hogy hányan hisznek neked, vagy állnak melléd. Jöhetnek az esküdtek? Igen. Rendben. Most betekintést nyerhetnek a tárgyalóterembe, ahol az évszázad pere folyik. A vádakat nem kell bemutatni. Amber Heard száraz könnyekkel fűszerezett vallomásából megtudhattuk azt is, hogy Depp miatt a kutyája rálépett egy méhecskére. Johnny Depp és ügyvédje pedig reggel óta igyekszik különböző módszerekkel elűzni az őket kerülgető fejfájást. Ez aggodalmat váltott ki belőlem, mert természetesen szerettem őt. Mr. Rottenborn? Kezdhetem? Igen, ügyvéd úr. Ben Rottenborn, Amber ügyvédje, miután tiltakozott egy sort, többek közt a saját kérdéseire, tiltakozom. Újult erővel vág neki Depp kikérdezésének. Mr. Depp, ön aznap egy megapint vörösbort töltött ki magának, igaz? Egy megapint? Igen. Szükségét éreztem, hogy egy nagy pohár bort töltsek magamnak. A tárgyalóteremben uralkodó hangulat jó voltából erre a megapintre mindenkinek szüksége lenne. Öné a szó, ügyvédnő. Miss Heard, ön készítette ezt a fotót? Igen. Úgy határozott, hogy lefényképezi, amint Mr. Depp a padlón alszik? Kiütötte magát. Ezt is ön készítette? Igen. Ez a fotó szunyogállás közben ábrázolja Mr. Deppet, a nyaralás közben a saját szigetén. Igen, nyaraltunk. Ezt is ön fényképezte? Igen, én. A fotón Mr. Depp egy széken ülve alszik. Nem alszik, csak elbóbiskolt. Úgy tűnik, kifejezetten szeretett fotókat készíteni az alvó Mr. Deppről, igaz? Nem szerettem. Különös hobbi, de hát mit lehet tenni? Nézzük a további bizonyítékokat. Nem tudom, hogy tartottam a kezem, de nem lett bajod tőle. Nem bántottalak, nem vertelek meg, csak rácsaptam. Én nem rinyálnék ilyen miatt, de te igen. De te kezdted. Olyan vagy, mint egy csecsenő, nőj már fel! Mindig verekedni akarsz. Valóban én kezdtem. A tárgyalás tétje egy ember jó hírneve. A tárgyalás tétje egy ember élete. El kell utasítanunk Mr. Depp keresetét. A tárgyalás végkimenetele mindenki számára ismert. És bár nehéz eldönteni, ezek valós eseményeke vagy egy abszurd szappanopera jelenetei, egy valamire emlékeznünk kell. Uraim! Hölgyem! Ne feledjék el a napot, amikor majdnem elfogták! Jack Sparrow, kapitány! Köszönjük szépen, ők voltak a 16-os sorszámú versenyzőink. Fogadjátok a színpadon sok szeretettel 17-es sorszámmal. Alexet, Axelt, Svilt, Hell is Forever, Hasbin Hotel,
Adam, Lute és Charlie Morningstar. Almost out of time. Guess we should get into it. Oh, fuck! Ugh. Ugh. Okay, I've got a lot to get through and not a lot of time, and I feel like you weren't hearing me before, so here goes. I know hell's population is out of control. It's a bad situation. It's taking a toll. If we rehab these sinners and cleanse all their souls at my has-been hotel. Wait, I'm getting ahead of myself. Right, extermination. I know you guys fly down just to kill once a year, and it must be annoying to schlep all the way here. If they join you in heaven, that trip disappears. You can wave at your farewell. It'll be a happy day. Let me stop you right there. Oh. Save us all precious time. Okay. If what you're suggesting is letting them climb up the ladder, oh, they'd rather cross the pearly gates. Well, sorry, sweetie, but there's no defying their fate. 'Cause hell is forever, whether you like it or not. Have their chance to behave better. Now they boil in the pot. 'Cause the rules are black and white. There's no use in trying to fight it. They're burning for their lives until we try to chillax, babe. You're wasting your breath. Did I hear you imply that they don't deserve death? Are they winners? Are they sinners? 'Cause it's cut and dry. Well, actually, if you take a fair is fair, an eye for an eye. And when all said and done, there's the question of fun. Chance to be better now they boil in the pot. 'Cause the rules are black and white. There's no use in trying to fight it. They're burning for their lives until we kill them again. Fucking hell's forever and it's meant to suck a lot. So give up your dumb endeavor 'cause you don't have a shot. Long as I got your attention, I guess I should probably mention that we've made the determination to move up the next extermination. What? Little cunts. I know it's just been a week, but we'll be back in 6 months. Wait, can you? Shit. És legyenek rajta. Így van, úgyhogy gyertek, gyertek. Gyertek vissza. Gyertek fel a színpadra. Mindenki, gyertek. Közös csoportkép, gyertek. Ide, középre. Kezdhettek felsorakozni, hogy nagy-nagy csoportfotót készíthessünk róla, akik itt a közönség. Hatalmas tapsot kérünk a versenyzőknek. Nagy-nagy tapsot kérünk szépen a mai versenyzőnknek. A zsűrinknek is. Jöhetek, igen, ez az oldal is még itt teljesen szabad. Menjetek föntebb a színpadra. Gyerünk, menjetek erre az oldalra is jöhetek. Bőven van még helyünk. Előre, nagyobb hátra, még nagyobb a fékhátra. És ezt szeretném megköszönni mindenkinek, hogy megnézte a mai versenyünket, és a versenyzőinknek is, hogy itt voltak, és ilyen szórakoztató előadásokat készültek a mai napra. Nagy-nagy tapsot kérek szépen még egyszer! Köszönjük szépen nektek! Köszönjük szépen! És amíg a versenyzőnk lemennek, aki esetleg a mai napon nem lenne elég a Comic Conból, a következő rendezvényünk majd, ahol szintén cosplayes programokra várunk benneteket, majd a Fantasy Expo lesz, amit szeretnénk egy kis reklámszpotot bemutatni nektek.